Tehát vannak olyan csodák, amelyekben menet közben is szükség van Istennek a természetpoci kijelentésére, hogy a hit általi kezdeményezés ne rekedjen meg, hanem kapjon egy újabb szellemi lendületet, kegyelmet, hogy az ember tovább tudja keresni Istennek az erejét. Ilyenkor kijelentésre kell nyitottnak lenni, mert vannak olyan szituációk, amelyben az ember mivel, hogy van egy világnézete mindegyikünknek, igyekszünk megújítani a világnézetünket a Biblia alapján, de mégis a gondolkozásunkba, a világlátásunkba hatalmas nagy korlátok vannak. És igazából ezeket a korlátokat akkor ismerhetjük föl, vagy akkor szembesülünk vele, amikor olyan problémával találkozunk, amelyet nem tudunk e, megoldani, messze felül haladja a képességeinket, és ráadásul, hogy akik már természet fölötti szinten a szent élekkel tudnak mozogni, azok ugyan az életükben tapasztaltak meg csodákat és bizonságot, de ez se, a tapasztalat sem elég ahhoz, hogy ezzel az új problémával meg tudjanak birkózni. Ilyenkor rendkívül fontos, hogy nem fanatikusan menjen az ember előre, illetve nem is tud előre menni fanatikusan, csak kegyelem által lehet előre haladni az úrnak egy nagyobb kegyelmébe, vagy egy nagyobb erőnek a kiáradásába. Ezért világos volt, hogy mivel, hogy a meghallotta ez az ember a, fő, a zsinagógának a vezetője, hogy a lányom meghalt, most a helyezkedjél az ő gondolkozásába, hogy ez egy nem egy szokványos esemény, hogy egy ember meghal, és nem szok, az szokványos esemény, de az nem szokványos esemény, hogy egy halottat föltámadnak, föltámasztanak. A Názati Jézus Krisztus életében is, ugye ez nem úgy volt, hogy egy ilyen csodabogárként, ilyen automatikusan támasztotta föl az embereket, hanem ebben, ezekben a csodákban benne volt az Istenek a vezetése. Ha nem adott ilyen helyzetet Isten Czá Jézus Krisztus elé, akkor természetesen nem nyilvánult meg, hogy a názeti Jézus Krisztusnak az életén mekkora hatalom van, és mekkora kened van. De itt szerencsére, mondanám, persze ezt nem így érte, érezte abban a szituációban a leánynak az anyja, apja, hogy szerencsére a kislány meghalt, mert ez azt jelentette, hogy a, a, egy nagyobb erőnek kell felszabadulnia ahhoz, hogy azt az akadályt félre tudja tenni, amit a, az útból, amit egy halálnak a ténye, halálnak a megtapasztalása hoz létre az embernek a lelkében.